Sziasztok, ez itt a Böges Atóan, én Balázs vagyok, és folytatjuk az orkok elleni háborút itt a Skyrimban. Elden Rings 2. Elden Rings, mindig Elden Rings-et mondod, igazából Elder Kings. Elder Scrolls, Elder Kings. Elder Kings 2-ben, ott a legutóbb abba hagytuk, és most már megvan a Sword of the Lesser Fortune, ami azt jelenti, hogy akár vehetnék is fel mörköket, de most úgy érzem, hogy jól állunk. Mennyibe kerülnek a mörkök? Hát, nagyon olcsó nincsen. A Volkhirad Warbandet fel tudnám venni, de azt már valaki felvette. Frostflow Warband van még itt, 185 forint. Nem. Köszönöm, de nem. A hegyekben, tehát ezért nehéz itt bármit is csinálni, mert hogy a hegyekben, ha mi támadunk ki, akkor nekünk kell védekezni. És akkor a hegyekben védekezni az elég problémás, de közben elindultak az orkok. Itt meg tudtam volna őket fogni talán a domboknál, de most ha rátámadnak a hegyekre, az teljesen rossz lesz. Talán azt a második sereget el tudom kapni a dombságon. És akkor megmenekül az, de hogy közben meg feladta az ostromot, szóval nem tudom. Igazából elég nagy butaság lett ez így. Várj, annyi még, hogy ne az ostromtábornokok vezessék a csatákat, hanem én és a feleségem milyen romantikus, kéz a kézben öljük az orkokat. Az elkezdi azt levadászni, azt a sereget, de aztán megfordul. Ez egy óriási hiba egyébként. Most már be is lokkol. Úgyhogy két nagy csataség. Megszereztem az ellenség zászlóját. Elég jó. Number of Knights plusz 2, Level Reinforcement Rate plusz 5% Court Bonus. Ez elég jó zászló. Ezt hozzáadom a kollekciómhoz én. És aztán jön a második sereg, itt viszont már nem én támadok a dombságon, hanem én védekezek a dombságon. Úgyhogy ez is egy nagyon szép győzelem. Az első győzelem az 158-692-vel szemben, a másik pedig 235-522-vel szemben. Ő előre kezdi az ostromot, hál' Istennek. Kicsit megint így feljebb jövök, hogy be tudjuk esetleg bételni, de közben védjük is azt a sereget, az ellenséges sereget, vagy a szövetséges sereget. Tudok egyet ransomolni, de még egyenlőre nincs elég pénze, úgyhogy azzal picit várunk, viszont ezt a Warbannert, ezt mindenképpen ki szeretném aggatni valahova. Ennek a helyére, Prestige Building, az ennek a helyére. Hiszen több lehet a lovagom például, az azért elég menő, akiket itt rögtön fel is tudok fogadni. Elvileg két új lovagot kapok. Meg is vannak. Knarctick, ugye ő az új varázslónk, meg Landwoman Bodil. Nem tudom, hogy miért adta fel azt az ostromot. Én nem szerettem volna, hogy feladja az ostromot, de mindegy most már. Akkor úgy látszik, hogy magamnak kell tennem itt dolgokat. Ez a Stronghold of Half-Moon, ez végül is a taigán van. Tehát nem egy rossz helyszín az ostromlásra. És megint támadok és nyerek? What? De miért nyernek? Kicsit ilyen reluktáns vagyok, hogy elhiggyem azt, hogy itt... hogy itt nyerünk. De oké. Azért, mert csak az egyik sereg... Nem, mind a két sereggel meg kell küzdeni, de megnyerjük amúgy. Hiszen megérkezik az erősítés. Nagyon jó. Ő megint elkezd az ostromot, megint abba fogja hagyni. Szokásos tánc. Lehet, hogy fel kell oda küldenem egy sereget. Vagy legalább egy részét, hogy tartsa az ostromot. Tehát mondjuk kivesszük innen a... ezt a 600 levit, és ezt felküldjük. 600 leventét oda. A másik fele pedig az oda menjen. Ne mindenki létszi, ne mindenki, hanem csak az egyik része. Itt pedig egy ostromtábornok vezesse, Kjeld fogja vezetni ezt az ostromot. Másik ostromtábornok pedig jöhet ide, Birgritte, mert hátra tudja segíteni itt az előrehaladást. 18 napos ostrom eventek vannak. Mindjárt kiderül, hogyha én megérkezem, akkor ez vajon annyi marad-e. Úgy lassan megy át ott azon a részen, te jó ég. 14 nap, jó, akkor ez szuper. És akkor 82% most már. Közben fosztogatnak az orkok természetesen. Másik orkok. Szóval most ez így 83%. Ez a háború állása. Őt nem sokára ki tudom engedni.
De most már biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogjuk nyerni, annyi, hogy nagyon sokat nem nyerünk vele, egy kis pénzt, hogy kapunk egyáltalán bármit is, lehet, hogy nem, mert hogy adóssága van, mínusz 195 adóság, de talán meggyengíteni a Falkrenti hordát. Nem hordák ők egyébként, csak orkok. Itt ilyen kombinákban érnek az orkok, ha jól tudom. Szóval az is nagyon megérné nekem. Hosszú távon. Riverwood is under siege. Ah, kikötöttek a másik oldalon. Nekem ez teljesen jó. Oda megyek és megbeszéljük ezt a dolgot. Csak először hadd nyerjem meg ezt az ostromot. Sőt, már most induljunk el. Ó, oh, kész háború. Akkor várj, először kiengedjük, akiket ki lehet. 46 aranyért. Kerrog. 50 aranyért, tehát már az 100 arany, közel 100 arany. És valószínűleg ez lesz a legtöbb pénz, amit látunk ebből a háborúból. Azt fizet 242-t nekem. Yes! Bye! Nagyon király. Na, megnyertük. Visszavertük az orkokat délről. És hogyha nagyon akarnék, most még rá is tudnék támadni egyébként. Mert hogy nekem van békén vele. Vagy nekem van béké, neki van békén velem, nem fordítva. Tehát most visszatámadhatnék Falkrethért, vagy Helgenért. És arra tudnánk bővíteni a területet, területeinket. Nagyon csábító, hogy az orkokat most így kicsit móresre tanítsuk. Ugye ez is Skyrim. Sőt, egész Falkrath az Skyrim. Nyugat Skyrim. Tehát valahol logikus lenne, hogy az orkok felé menjek. Duchy of Helgen. Ember Shard, Orphan Rock és Helgen kapnám meg. Vagy mehetnénk ezzel, ez eléggé szépen ketté szedni a birodalmát. Dale Bittersheen, Lakeview, csomó olyan szép terület, Morgate, meg hasonlók. Szerintem ezt be kéne adni egyébként. Itt vallásilag teljesen rendben vannak. Kulturálisan kapnánk némi hegyi orkot. Ah, meg Sironordikot. Azt hiszem tökéletes a Sironordik. Hegyi orkok még kevésbé tökéletesek. De szerintem meg kéne vívnunk most egy ilyen összecsapást. És akkor South Wittershin az enyém lehetne. Tehát az lenne a Wargoal, meg ez a Duchy. Jó kérdés, hogy amúgy kapnának-e jönni nekem mások segíteni, hiszen papíron ez egy Holy War. De én nem nagyon láttam, hogy ez... Hát nem nagyon vannak mások. Code of Malakath. Van a Cult of Malakath, de az más. Ezek goblin sámánisták. Szerintem adjuk be. Egy ellentámadást indítunk azonnal. Úgyis minuszban van meg minden. Jó, jó lesz, ez jó lesz. És akkor Falkrath legyen. Kettészedjük a területét. Bejövöm a szövetségeseimet, van rengeteg. Vagyis egy szövetséges tudok behívni, de van rengeteg presztízsem, tehát ez nem okoz gondot. Nincsen túl sok katonája, de szerintem ennyi is elég lesz. Mármint a szövetségeseimnek. Nincsen túl sok katonája. És a South Bittersheer lesz az első, amit elfoglalunk. Egyébként fun fact, az egyik első Skyrim quest az itt játszódik ebben a shrine-ban. Ami ott látható. Itt látható. Igen. Azt hiszem ez az. Igen, mert ott kell felmenni a hegyekbe. Ja. Tök jó, hogy ilyen... Meg vannak csinálva ezek a híres neves helyszínek. Arról jönnek az orkok. Igazából ehhez az ostromhoz nem kell sok, de át tudok-e itt menni? Át tudok menni. Jó, szuper, akkor itt hagyjuk az ostromlókat, és a többiekkel pedig Granit Hallnál megverjük az orkokat, hiszen az dobság. Úgyhogy elég ideális. Itt kicsit aggódtam, hogy lesz egy lemorzsolódás, ha átlépek, de szerencsére nincs. Úgyhogy itt marad. Ostromképem azt hiszem nincs. Úgyhogy csak itt hagyunk annyi embert, amennyi kell, mondjuk 900-at, annyinak elégnek kell lennie, bőven. És a 3000-nek pedig elégnek kell lennie ahhoz, hogy csatát nyerjenek. Én vezetem őket, ide pedig az ostrom tábornokot rakjuk. Jó. Ez most nagy győzelem lehet az embereknek. Az emberek népének. Ez a háború. Remélem elég lesz ez a 3200.
menekül, úgyhogy felteszem igen. Kiderült egy titok, hogy a Honeybrew-nak a vezetője az így csúnya dolgokat csinált. Hát, ez tök szomorú, de hogy nem látom, hogy hol jövök én a képbe. Ez ilyen magánügynek tűnik nekem, de mit értek én a Skyrim-i szokásokhoz? Persze rédelnek az orkok, mint ha nem lenne holnap. A hegyi orkok Riftenből, gondolom. Nem Riften, bocs. Hogy hívják ezt? The Reach-ből. Most az, hogy ide beálltam a Half Moon Side-ba, ez azt jelenti, hogy igazából ez a sereg nem tud lejönni. Hogy megakadályozza South Britishinnek az ostromát. Úgyhogy South Britishin, Lakeview, Shriekwind, ezek mind-mind most szabadon állnak. Annyit tud max csinálni, hogy itt lejön a hegyekből, megkerül a Cars Ridge-et, és... De itt se tud, itt át tud menni amúgy a Half Moon Side-nál, ha nagyon akar. És közben én haladok az ostrommal is, szóval... Ez most tök jó. Most stratégiailag ez nagyon, nagyon kiváló, ami itt történik. Még átjövök ide Evergreen-be. Ő lehet, hogy akkor ide jön, de az most már... Az 13 hónap? Shit. Akkor inkább a... Fellázadtak, lol. Rám lázadtak? Na ez annyira nem kiváló. Banner Mistet ostromlom inkább, hát ha azt be is tudom venni. Aktuálisan. Igen, az 6 hónap. Hogyha ő menne, hogy felszólítsa a South Britishint, akkor az rajta veszne. Mert hogy az már most egy olyan hegység, amit én tudok védeni. Hova tűnt? Nagyon eltűnt az ellenségem. Szövetségesem is egyébként, hogy nem látom sehol, hogy lenne. Never back down, friendly fate-től kezdődik 10-20%, advantage plusz 5. Kiváló. Itt esetleg a lázadók még tehetnek keresztbe a terveimnek. Főleg mert ez a két sereg még nem tudjuk őket egybevonni. Cracky Tusk és a Shriekwind itt van. A kettő sereg között. Szóval az nem menne könnyedén. És ez ráadásul egy 11 hónapos ostrom. Jó, persze gyorsabban haladunk annál. De... Sokkal jobban örültem volna. Hogyha ez nem így van. De amúgy jó, minden jól alakul, azt kell, hogy mondjam. I will speak well of her, she will be gifted for the golden achievements. Figyelj, jó, na, legyünk már jóban, léci, jó? Mert nekem most nincs szükségem a balhéra. Mordult. Megint elkaptam Mordult? LOL. Mordult, ezt szívni jársz ide. 20 nap. Most ezek nem tartoznak hozzá a War Goal-hoz. Amúgy logikusabb lenne, hogyha ezt a sereget áthoznám és Rickwindet ostromolnám vele. Csak itt nem tudok átjönni olyan egyszerűen, tehát szépen körbe kell mennem. De addig mondjuk tudok szerezni esetleg egy kis ellátmányt. Ja, még amúgy sem tudok átmenni. Egyet a szövetségesem. Tehát amint megvan Lakeview, utána mehetünk Peaks Shade-be és Shriekwind-be, addig nem feltétlenül. Fehér békét szeretne az ork. Hát kellett volna ezt meggondolni. Hoppá! Na az ott gond. El tudok menekülni, de el kell engednem az ostromot. Miközben az emberének nincsen ellátmánya. Felnőtt a fiam. Ugye tudjátok, fiúk, hogy nektek így kötelező jelleggel menni kell a csatákba? Úgy látom, tudják. Úgy látom, benne is vannak. Szuper. Most megvan ez. Felfelé kattok most a warscore-om talán. Hát még nem. Az elfoglalásokból kattok felfelé. Mert mindenképpen meg kell itt állnom valahol, és vissza kell töltenem a seregemnek az ételét. 3300, nagyon rossz itt a... A területeknek az ellátmánya. Talán Riverwood-nál tudok szerezni kaját. Addig meg ostromolgasson nyugodtan, amíg South Britishin az enyém, addig igazából semmi baj, se bú, se kár. Igen, megállok ott, elkezdjük visszatölteni a kajákat, és amint visszatöltöttem, utána mehetünk megint elkezdeni Lakeview ostromát. Persze tök jó, hogy kezdhetjük előre a 11 hónapos ostromot, de most pénzben jól állok. Igazából. Ő itt ostromolja Ember Shardot. Tök jó. Nem akartok visszatölteni lassan? 47... 20... Jó, elkezdtek visszatölteni.
elkezdik feltölteni a készleteiket. Ő szedi ezeket vissza. Ha remélem utána rájön, rámegy South Brittleshire-re, mert akkor meg tudom verni. Haza tudom küldeni őket csomagolni. Vagy hogy mondják ezt? Fociban 50 nap van hátra, most már csak 45. Hajrá! Ezt ha megnyerik, akkor igazából mindent, hogy ezt elveszítjük. Többé-kevésbé. Persze ők kettőt ostromolnak le, miközben egyet foglalok el, de jó lesz ez így. Plusz megnyílik Helgen is akár. 19. Feladta azt az ostromot, és inkább megy South Britain-be vagy Granite Hall-ba. Úgy lesz, hogy Granite Hall, rá van fixációja. Viszont akkor most azt mondom, hogy osszuk egyenlően ketté a sereget, az egyik menjen Lakeview-ba. Viszont mit csinál? Jó, tudod, mit hagyjuk is, hogy mit csinálnak. Itt Mark of Distinction, jobb lett az ászlóm. Szuper. Most ez a sereg, ha megáll itt Folkway-ben, a másik pedig Lakeview-ban, akkor mégis az folyamatosan tud ellátmányt szerezni. Lenyűgöz minket az alkímia, de még mennyire? Esetleg a varázslóm nem szerzette valamilyen... Valami varázslást erre a dologra. 75? Na! Figyelj! Inflicts wounds, weakness to disease. Nem. Egyik sem. Ezek közül egyik sem jó. Pedig azt hittem volt valami. Destroy walls. Destroy walls, not must lead army. Várj. Hogyha nem rá, hanem magamra, vagy kivezeti itt ezt az ostromot? Itt át tudom ütni a falakat? Tehát itt van ez a feleségem. Ő vezeti ezt az ostromot. Vagy nem ő vezeti, mindjárt kinevezek valaki mást. Ki eldvezeti az ostromot. Azt mondom, hogy open spellbook. És a caster az Gnarchstig. És ő... nem, nincs ott a destroy walls. Pedig ő... Vagy rosszat cserélt? Nem, a caster cseréltem le. Pedig ő sereget vezet. Nem tudom, az miért nem jó. Open spellbook. Gnarchstig varázsoljon. Lehet, hogy Gnarchstignek kell sereget vezetnie? Jó, figyelj, Gnarchstig. Kit ők nevezni egyetlen Gnarchstiges seregvezetőnek? Gnarchstig. Gnarchstig, open spellbook. Gnarchstig az, aki varázsol. És... Destroy walls! No! Nem lehetséges. Ah, basszus. Destroy walls is cast on one of Gnarchstig counties, but he has none. Várj. County-ra vonatkozik? Tehát akkor a county vezetőjét... Magyarul rá kell akkor... adnom a varázslatot? None are valid. Egyik sem valid a lehetségesek közül. Must lead army. De kinek kell sereget vezetnie? Ezt nem értem feltétlenül sajnos. Nem tiszta, hogy mi a probléma. De attól még van számos varázslat, amit el lehet esetleg lőni az ellenségre. Bár egyik se tetszett egyébként, de van. Inflict wound nyilván az egy lehetséges, weakness of disease az is, dispel az nem, illusion, demoralize, az a baj, nem ért az illusionhöz, resilience, remedialness, ezek nem, jó, akkor mindegy. A destroy walls, ez hasznos lenne, de sajnos nem értem rá, hogyan működik ennek a mechanikája, úgyhogy csak maradjunk annál, hogy ez a sereg itt ostromol, és akkor az ostromtábornokot nevezzük oda ki, a másik sereg meg csak így chillel. Jó, ott megy arra, mi most elhatározott, hogy megveri azt az orkot. Végül is előnyben lesz, annyiban nem, mert ez tajga. És lehet, hogy simán elveszíti addig elveszítjük ezt az ostromot. Beveszi itt a Half Moon-t, mire odaér. Ugye a fehér béke ajánlat. Nem állunk meg a fehér békénél, bocsi. De azok az idők már elmúltak. Igen, biztos, hogy be fogja venni.
Bár mondom, mindegy, mert nincs jelentősége a csata szempontjából, hogy kinél van az a terület, a tajgás terület. Talán minimálisan lenne, mondjuk ezt is el is menekült, tehát ez itt tök jó, hogy legalább azt meg tudtuk őrizni. 19%. Mindenképpen befejezem ezt a háborút, tehát addig nem fog véget érni ez a sorozat, amíg a háborúnak vége nincsen. Na, próbálja leüldözni azt a sereget. Meglepő, hogy ennyire... Pedig igazából nincsenek jó egységei. Sima Lightfootman, meg sima íjászok, ezek annyira nem nevezhetőek szerintem zseniálisnak. Meg van Lakeview, mehetünk Shriekwindbe. Tehát jöhetsz Lakeview-ba, bár ott nincsen jó ellátmány, szóval akkor már így is úgy is ketté kell osztódni, de akkor mi lenne, hogyha egyszerre két ostrom menne? Szerintem mind a két sereg megállna a helyét az ellenséggel szemben. Taiga Hill és Taiga. Tehát Taiga Dombság és sima Taiga. Annyi, hogy itt Bergrit lesz az, aki vezetheti ezt az ostromot. Én meg addig chillelek otthon. Ez az ostrom is halad, nagyon jó. Gyakorlatilag amint bevesszük itt a vorgólokat, ez elég sok még, mert négy ostrom, kétszer kettő, utána így ki fog lőni a vorszkor. Gyakorlatilag bevesszük ezeket is, és kész is vagyunk. Az más kérdés, hogy Falkrenth-nek mekkora lehet a védelme. Ez egy 11 development, az oké, okay, de milyen szintű a vár? 8-as szintű a vár, na igen, ettől tartottam. Ez egy 3-as szintű vár. Tehát Falkrenth-et valószínűleg egy örökkivalóságuk kell majd ostromolni. Tehát akár évekig is eltarthat. Nem tudok felvenni ostromgépek. De igen, Battering Ram. War Mages, ez milyen menőnek hangzik. De az, hogy inkább Battering Ramre van most nekem szükségem. Nem is nagyon fér bele több. Elveszünk még egyet, és akkor a háborús mágusokat majd máskor, gondolom. Ha nem igaz, hogy feladta az ostromot. Miért? Megjelent valahol az ellenség? Vagy... De nem is jelent meg, csak így... Egyet gondolt kettőlet belül, és azt mondta, hogy tudjátok mit? Fuck you. Én leléptem. Absolute control, number of knights plusz 4. Yes, az jöhet. És őket is ide felállítjuk. 5 újabb lovag fog csatlakozni majd az ostromhoz. És akkor el is készült szerintem, de ne arról menj, inkább Riverwood irányából közelítsd meg a problémát. Ez egy vert sereg. Azt ér itt vissza. És szerencsére pont ide tér vissza, tehát ott meg tudom verni azonnal én is. Nagyon szép. Tehát most behozzuk ezeket az ostrom... kosokat, faltörő kosokat, és azzal meglátjuk, hogy hát ha akkor kicsit felgyorsul majd az ostrom. Itt át tudok menni Morgate-be? Igen. Szuper. Most ez így azt írja, hogy 3 év. Wow. Az kem. Most lenne jó átütni a falakat. Most se tudom rárakni. Open spellbook, mert ez már a saját területe. Nem. Valamiért not... Must lead army, de még azt sem értem, hogy ez mit jelent. Talán, hogyha ő nem vezetne sereget, akkor működhetne ez a dolog. A Morgate-i vár is elég nagy, 18 hónap. Hát igen, hozom itt az ostromgépeket 1000-rel. 14 darab, összesen 20 lehetséges. 16. Tehát azért ez talán segíteni fog. De talán nem. Mindjárt kiderül. Lehet meg kellett volna várni, amíg teljesen hozzáadódik az összes, de kinek van arra ideje. 15 hónap, tehát azért mégiscsak valamennyire megrövidült az ostrom, csak így is rohadt hosszú. Meg rohadt sokáig, tehát ez 11 hónap. De hogyha végzünk 15 hónapon belül, ami kb. Igazából egy év, tehát már most leesett 10 hónapra. Miért lett ilyen rossz a siege event? Azért, mert megint nem ő vezeti, akinek kéne, nem Bergrit viszi az ostromot. Szóval amint ezek megvannak, akkor gyakorlatilag végeztünk is. Sőt, 100%-ban végeztünk is szerintem, tehát meg lesz a 100%-os warscore. 8 hónap, 9 hónap. Oké. Okay. Ő, hogyha amúgy elmenne megölni azt a sereget, az annyira jó lenne, hogy nagyon. De ő inkább úgy döntött, hogy Ancestors Glade-et ostromolja.
aminek biztos van valami jelentősége taktikailag, csak nehéz belátni, hogy mi. 7 hónap, 8 hónap. Ja, ja, most ezt már ki kell várni, ezt a részét. Viszont így, hogy én nem vagyok már sereg élén, így akármit is csinálhatok. Sungardot megszerezte, külön vált Valtumme. De jó, akkor sikeresen lázat felszek szerint az orkok ellen. Na, gondoltam én, hogy ez jó lesz, hogy király lesz, hogyha az orkokat így legyengítjük. Mert most mindenki meg az anyja is lázad ellenük például. Meg minden jóság történik. Valtumme, neighbor chieftain Brelian won against your neighbor, holy war for the Duchy of Sungard. Tehát akkor megszerezte az egész Sungardot. GG. Task aborted. Ja, mert sikerült a térítés, mielőtt oda került volna, hogy sikerült volna a térítés. Értem. Ő már be is vette Ancestors Grade-et. Ő nem sokára beveszi itt a Half Moon-t. Ez a sereg talán még oda tudna menni. Nem vagyok benne biztos. Szereztem egy újabb lovagnak valót. 31 nap, 25 nap. Ez még mindig 2 hónap, ez az ostrom. Durva, ez 14 nap, ez 41 nap, tehát most már nem érnék le oda a seregemmel. De talán nem is kell, vagyis elindulunk persze. Mert maximum lesz abból egy csata, vagy vissza tudom venni. Igen, elkezdem azonnal visszavenni, és akkor kész is vagyunk. Vagy hát nem kell, hogy kész legyünk, de nagyon gyorsan vissza lehet venni. Újabb lányom nőtt fel. És akkor ott most meg is történhet az eljegyzés, utána az esküvő. Ő nem tudom, hogy még szövetségesem-e. Gyanús, hogy ő nem jött be a háborúba, szóval lehet, hogy nem. 82%, tehát még azért nincs vége a háborúnak. Ez az ostrom még van, akkor viszont veled indulunk oda. Mert úgy látszik, hogy ő azt akarja visszaszerezni. Ez 10 nap, most már ezt fejezbe létszi. Illetve itt közben ellátmányt is tudok szerezni. Ez a sereg, ez nagyon alacsony van ellátmányból. Azért azt látni kell. Tehát az jó lenne, hogyha nem kerülne ott sor ütközetre, összecsapásra. De úgy látszik nem is fog, hanem itt fog sor kerülni, amit majd én vezetek a 45-ös Commander skill-emmel. Nem Commander skill, hanem... Commander skill? Commander advantage. Visszaszereztük a földet. Felvesszük a kaját, amit ott találunk. Illetve még megnyerem ezt a csatát. Hát ha fogok el embereket, akikből pénzt lehet csinálni. Mert például itt most volt. Már most. A börtönömben pár. Ez pedig egy stack vibe, ha jól láttam. Ahhoz képest nem kaptunk el senki fontosat, ami egy izgalmas koncepció, de ezzel akkor vége a háborúnak, és megszereztem a Illinalta tótól délre eső területeket is. Elég sok szép területtel gazdagodtam. Nem lehet azt mondani, hogy nem. És úgy néz ez ki, hogy én akkor Fermulton adom valakinek, és megtartom, hát a legjobb egyébként megtartani a Falcreath-et lenne, viszont ott rossz a kultúra és rossz a vallás is. Ha. Ezen tudunk javítani, 18 évig tart. A kulturálisan az meg még tovább, mert még az előzővel se végzett. De szerintem értékes területeket nyertünk, főleg mert South Bitterson-ből át lehet menni Lake Hugh-ba. Van közötte híd a két terület között, tehát eléggé jó az úgy. Aztán következőnek Helgent lehetne elfoglalni, és szépen lassan kiverni az orkokat innen Skyrimből. Igen, ez lenne a terv, hogyha folytatódna ez a Let's Play sorozat. Lehet egyszer még folytatódik is, vagy hát írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről. Winter, hogy szépen befoglalt itt mindent északon, ti jó ég. King Harald, ez úgy néz ki, mint a fiam. De aktuálisan nem a fiam, igaz? Nem. Oké, szóval ez volt az, amit elsőre gondoltam, Skyrim Elder Kings Let's Play sorozat. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!